Áldás és békesség, folytatjuk a Korán felolvasását. És a 12. szórához érkeztünk, ennek címe József. Allak a könyörletes és az irgalmas nevében első, El -el -el. ezek a nyilvánvaló írás versei második. Bizony, mi ezt arab Korán gyanánt küldtük le. Talán fölfogjátok? Három. Azzal, hogy kinyilatkoztatjuk neked ezt a Koránt, mi beszéljük el neked a legszebb történetet. Előtte bizony azok között voltál, akik ügyet sem vetettek rá. 4. Emlékezz arra, amikor József azt mondta az apjának, apám, láttam álmomban tizenegy csillagot, és a napot, és a holdat. Láttam azokat, amint földre borultak előttem. 5. Fiacskám, mondta Jákob, nehogy elmeséld az álmodat a fivéreidnek, mert cselvetéssel ármánykodnak ellened. Bizony a sátán nyilvánvaló ellensége az embernek. 6. Ahogyan megálmodtad, úgy válasz ki téged a te urad. Megtanítja neked, hogyan kell a történeteket megmagyarázni, és kiteljesíti a kegyelmét irántad és Jákob nemzetsége iránt úgy, ahogyan kiteljesítette az korábban a te ősapáid, Ábrahám és Izsák iránt. A te urad mindenek tudója és bölcs. 7. József és fivérei történetében bizony jelek vannak azok számára, akik kérdeznek. 8. Emlékezzetek arra, amikor azt mondták, József és az öccse kedvesebbek atyánk szemében, mint mi, holott mi seregnyien vagyunk. Apánk nyilvánvaló téveigésben van. 9. Öljétek meg Józsefet, vagy űzzétek el őt valamilyen messzi földre, hogy atyátok orcája csak felétek forduljon, és az ő eltávolítása után igaz emberek lehessetek. 10. Az egyik közöttük azt mondta, ne öljétek meg Józsefet, hanem, ha a tanácsom szerint cselekedtek, dobjátok őt a kút mélyébe, hadd szedje föl őt egy karaván. 11. Apánk, mondták, miért nem bízod ránk Józsefet? Bizony őszinte érzülettel vagyunk iránta. 12. Küld el velünk holnap, hadd, muta, hadd mulathassa magát és játszék kedvére. Bizony, vigyázni fogunk rá. <kül> 13. Jákob azt mondta, elszomorít engem, hogy magatokkal akarjátok vinni őt. Félek, hogy felfalja őt a farkas, amikor nem vigyáztok rá. 14. Ha a farkas őt felfalja, mondták, holott mi seregnyen vagyunk, akkor mi is veszve vagyunk. 15. Miután magukkal vitték őt és megegyeztek abban, hogy a kút mélyére teszik, így is cselekedtek, és akkor sugallatot adtunk neki, bizony, hírt adsz még nekik erről a cselekedetükről, anélkül, hogy fölismernének. 16. És este sírva mentek az ő apjukhoz. 17. Mondván, elmentünk, hogy versenyt fussunk, és Józsefet hátrahagytuk a holminknál, és akkor fölfalta őt a farkas. De te bizonyosan nem hiszel nekünk, még ha az igazat mondjuk is. 18. És hamis vért hoztak az ő ingére. Jákob azt mondta, nem bizony, ti magatok ki vala, nem, bizony ti magatok főztetek ki valamit. Szép türelem hát az én feladatom, és allak az, akihez segítségért kell fohászkodni az ellen, amit elmondtok. 19. És arra jött egy karaván, és elküldték a vízhordójukat és ő megmerítette a vödrét. Jó hír, mondta, itt egy ifjú van, és elrejtették őt, mint valami portékát. Allak azonban tudta, hogy mit cselekedtek. 20. És Potom Áron néhány diremért elkótya vetjérték, mivel nem tartották őt sokra. 21. És aki megvásárolt őt Egyiptomban, azt mondta a feleségének, illendő módon szállás előtt, még hasznunkra válhat, vagy gyermekünké fogadhatjuk őt. Eképpen adtuk Józsefnek hatalmat a földön, eképpen adtunk Józsefnek hatalmat a földön, hogy megtanítsuk neki, hogyan kell a történeteket megmagyarázni. Allak ura az ő tervének. A legtöbb ember azonban ezt nem tudja. 22. Amikor férfikorba serdült bölcsességet és tudást adtunk neki, így utalmazzuk meg a jóra valókat. 23. És az asszony, akinek a házában volt, megpróbálta elcsábítani őt. Bezárta az ajtókat, és azt mondta, gyere ide. Allak óvja engem ettől, mondta József. Az én uram szépen fogadott a házában. Bizony nem boldogulnak a vétkesek. 24. És fölgerjedt a vágy az asszonyban iránta, és Józsefben is fölgerjedt a vágy ő iránta. És bizony az asszonyjal hát volna, ha nem látta volna meg ura világos jelét. Így tettünk, hogy elhárítsuk róla a rosszat és a gyalázatot. Bizony, ő a mi kiválasztott szolgáinkhoz tartozott. 25. És futottak az ajtóhoz, igyekezvén egymást megelőzni, és az asszony szétszakította hátulról az ingét. És ott találták az urát az ajtónál. Az asszony ekkor azt mondta, mit érdemel az, aki rosszat forralt a családod ellen, mint hogy vetessék, vagy gyötrelmes büntetéssel sújtassék. 26. Ő akart engem elcsábítani, mondta József. Egy tanú a családjából tanúságot tett. Ha az inge előről szagad szét, akkor az asszony mondja az igazat, és ő a hazug a hazugok között. 27. Ha azonban az inge hátulról szagad szét, akkor az asszony hazudik, ő pedig igaz az igazak között. 28. Amikor a férje látta, hogy az inge hátulról szagad szét, azt mondta, íme ez is a ti női mesterkedéseitek közé tartozik. Mérhetetlen a ti mesterkedéstek. 29. József, neves rá ügyet, te pedig asszony kér bocsánatot a bűnödért. Bizony vétkes vagy a vétkesek között? 30. És a nők a városban azt mondogatták, a nagyhatalmú felesége megpróbálta elcsábítani a rabszolgáját. Ez a szolg bizony heves szenvedélyre gyújtotta őt. Bizony, mi úgy látjuk, hogy ő nyilvánvaló téveigésben van. 31. Amikor az asszony fülébe jutott az ő rosszmájú szóbeszédük, elküldött értük, és lakomát készített nekik. Mindegyiküknek kést adott, és azt mondta Józsefnek, menj ki hozzájuk. Amikor meglátták, magasztalták őt, és elvágták a kezüket, és azt mondták, allak őrizzen, ez nem ember, valamilyen nemes angyal ez, más nem lehet. 32. Íme hát ez az, mondta az asszony, aki miatt a szátokra vettetek engem. Valóban el akartam őt csábítani, ám ő ellenállt a kísértésnek. Ha azonban nem fogja megcselekedni azt, amit megparancsolok neki, akkor bizony tömlőzbe vettetik, és bestelen lesz a bestelenek között. 33. Ő pedig azt mondta, Uram, kedvesebb nékem a tömlőc, mint az, amire ők hívnak engem. És ha nem fordítod el tőlem az ő mesterkedésüket, gerjedelem támad bennem irántuk, és tudatlan leszek a tudatlanok között. 34. És meghallgatta őt az ura, és elfordította tőle a mesterkedésüket. Ő az, aki mindent hall és tud. 35. És miután látták a jeleket, úgy tetszett nekik, hogy tömlőzbe viszik őt egy időre. 36. És vele együtt két rabszolga került a tömlőzbe. Az egyikük azt mondta: Láttam magamat álmomban, amint bort préselek. Én pedig láttam magamat, mondta a másik, amint a fejemen kenyeret vittem, amelyből a madarak ettek ad hírül nekünk a magyarázatát. Bizony, úgy látjuk, jóra való vagy te a jóra való között. 37. József mondta, mielőtt megkapnátok étketek, ami táplálástokra szolgál, még az előtt hírül adom nektek az álom megfejtését. Ez, amit kettőtöknek elmondok, annak része, amit az én uram tanított nekem. Bizony, én elhagytam azoknak az embereknek a vallását, akik nem hisznek allakban és tagadják a túlvilágot. 38. És az atyáim Ábrahám, Izsák és Jákob vallását követtem. Képtelenség, hogy bármit is társítsunk Allahhoz. Ez része Allah kegyelmének, amit irántunk és az emberek iránt tanúsított, a legtöbben azonban nem hálásak. 39. Fogolytársaim, vajon az egymás között megosztott urake a jobbak, avagy az egyedül való és mindenható Allah? 40. Ő helyette puszta neveket szolgáltok, amelyekkel ti és atyáitok hamis isteneitket elnevezték, amire nézvést Allah semmiféle bizonyítékot nem küldött le. A döntés egyedül Allah kezében van. Megparancsoltok csupán őt szolgáljátok. Ez az igaz vallás. A legtöbb ember azonban nem tudja. 41. Fogoly társaim, egyik őtök, mint pohárnok, bort fog kínálni az ő urának, a másikat pedig keresztre fogják feszíteni, és madarak fognak enni a fejéről. Amiről felvilágosítást kértek tőlem, az már eldöntetett. 42. És azt mondta annak, akiről úgy gondolta, hogy kettejük közül megmenekszik, emlékezz meg rólam a te uradnál. És elfelejtette vele a sátán azt, hogy megemlékezzék az uráról. Ezért néhány esztendeig a tömlődben maradt. 43. És a király azt mondta, láttam álmomban, hét kövér tehenet, amelyeket hét sovány felfalt, és láttam hét zöld kalást és másik hét kiszáradtat. Előkelők, magyarázzátok meg az álmomat, ha tudtok álmot fejteni. 44. Zavaros álmok, mondták, és mi nem értünk az álmok értelmezéséhez. 45. És akkor az, aki megmenekült közülük, azt mondta, hosszú idő után visszaemlékezvén Józsefre, én elmondom nektek az értelmezést, küldjetek el engem. 46. Elment a tömlőcbe Józsefhez, és így szólt hozzá. József, te igaz. Megmagyaráz, magyaráz meg nekünk hét kövér tehenet, amelyet hét sovány fölfal, és hét zöld kalászt, és másik hét kiszáradtat. Talán úgy térhetek vissza az emberekhez, hogy talán tudni fognak. 47. József azt mondta, hét esztendeig vetni fogtok a szokásnak megfelelően. Amit learadtok, azt hagyjátok meg a kalászában kivéve egy keveset, amivel táplálkoztok. 48. Ezután pedig ennek elmúltával hét súlyos esztendő jön, amelyek fölfajják azt, amit előkészítettetek a számukra, kivéve egy keveset, amit biztos helyen őriztek. 49. Ezután pedig ennek elmúltával jön egy esztendő, amikor az emberek ismét esőhöz jutnak, és amikor ismét préselni fognak. 50. A király azt mondta, hozzátok őt ide. Amikor a küldött eljött hozzá, József azt mondta, tér vissza az urathoz és kérdez meg tőle, hányodán is áll a helyzet azokkal az asszonyokkal, akik elvágták a kezüket. Bizony, az én uramnak tudomása van az ő mesterkedésükről. 51. A király azt mondta az asszonyoknak, mi történt veletek akkor, amikor el akartátok Józsefet csábítani? Allak őrizzen, mondták azok. Nem tudunk ellene semmi rosszat felhozni. A nagyhatalmú felesége azt mondta, Napfényre jött most az igazság. Én akartam elcsábítani őt. Ám ő igaz, az igazak között. 52. József pedig azt mondta, ezt azért kértem, hogy tudja az uram, nem árultam előtt titokban, és alak nem irányítja az árulók mesterkedését. 53. Egyáltalán nem mentem föl magam. Az emberi lélek bizony folyton folyvást a rosszra ösztökél, kivéve amikor az uram megkönyörül. Bizony az én uram megbocsájtó és könyörletes. 54. A király azt mondta, hozzátok őt elém, hogy kiválasszam őt a magam számára. És miután beszélt vele, azt mondta, mától kezdve a hatalom és a bizalom letéteményese leszel nálunk. 55. József azt mondta, helyezz engem a föld raktárainak az élére, bizony én hozzáértő őrző vagyok. 56. Elképpen adtunk Józsefnek hatalmat a földön, és ott telepedhetett le rajta, ahol csak akart azt részleteljük könyörületességünkben, akit akarunk, és nem veszi, nem veszi nem el a jóra valók fizetségét. 57. Ám a túlvilág fizetsége bizony jobb azoknak, akik hisznek és félik az Istent. 58. És eljöttek József fivérei és elébe járultak. Ő megismerte őket, de azok nem ismerték meg őt. 59. És miután ellátta őket élelemmel, azt mondta, hozzátok ide a testvéreiteket atyátoktól. Vajon nem látjátok, hogy én teljes mértékkel adok, és hogy én vagyok a legjobb vendéglátó? 60. Ha nem hozzátok el őt hozzám, akkor nem lesz több gabonamérés számotokra nálam, és nem járulhattok elém. 61. Kikönyörögjük őt az atyától, mondták azok. Bizonyal meg fogjuk tenni. 62. És József azt mondta a rabszolgáinak, tegyétek vissza a csereportékájukat az által Talán felismerik majd, ha visszaérkeznek a házuk népéhez talán visszatérnek akkor. 63. Amikor visszatértek atyukhoz, azt mondták, atyánk, megtiltatott nekünk a gabonavérés a jövőben, ha nem visszük magunkkal a testvérünket. Küld el hát velünk a testvérünket, hogy méressék nekünk. Bizony vigyá vigyázni fogunk rá. 64. Jákob azt mondta, vajon rátok bízhatom őt másképpen, mint ahogy a rátok bíztam korábban az ő fivérét? Allak a legjobb gondviselő, és ő a legkönnyörletesebb a könnyörletesek között. 65. És amikor kinyitották a máhájukat, fölfedezték, hogy visszaadatott nékik a csereportékájuk. Atyánk, mondták, mit kívánhatnánk még? Íme a csereporténkánk visszaadatott. El fogjuk látni a házunk népét élelemmel, vigyázunk a testvérünkre, és az ő révén egy teverakományjal többet fogunk kapni. Ez könnyű mérés lesz. 66. Nem fogom elküldeni veletek, mondta Jákob, csak ha esküvel megfogadjátok nekem Allak nevében, hogy bizonyosan visszahozzátok őt hozzám, ha csak nem vétettek minden ünnen körül. Miután esküvel fogadták neki, azt mondta, Allak a jó tálója annak, amit mondunk. 67. Fiaim, mondta, ne lépjetek be egy kapunát a városba, különböző kapukon át lépjetek be. Én nem segíthetek nektek semmiben Allak ellen. A döntés egyedül Allak kezében van, ő hagyatkoztam, és rá kell hagyatkozniuk a ráhagyatkozóknak. hagyatkozóknak. 68. És amikor beléptek úgy, ahogyan az atyuk megparancsolta nekik, nem segítette az rajtuk semmit. Allak ellen csupán Jákob lelkének szükségletét elégítette ki. Bizony tudása volt néki, mivel tanítottuk őt. A legtöbb embernek azonban nincsen tudása. 69. Amikor József felé járultak, az testvérét Benjamint magánál tartotta, és azt mondta, én a fivéred vagyok, ne szomorkodj el azért, amit ők követtek el. 70. És amikor ellátta őket élelemmel, beletette a serlegét fivére által vevőjébe. Aztán egy kikiáltó ezt kiáltotta, ti karavánnal utazók, ti tolvajok vagytok. 71. A testvérek feléjük fordulva azt mondták, mit kerestek? 72. A király serlegét keressük, mondták. Aki visszahozza, annak egy tevelakomány. gabona jár, ezért én kezeskedem. 73. Allakra, mondták a testvérek, ti tudjátok, nem azért jöttünk, hogy romlást okozzunk a földön, és nem vagyunk tolvajok. 74. Azok azt mondták, és mi legyen annak a fizetsége, ha hazudtok? 75. A testvérek azt mondták, a fizetsége az, akinek az által vevőjében előkerül, ő maga legyen a fizetség érte. Így fizetünk meg a vétkeseknek. 76. És fivérük zsákja előtt az ő zsákjaikkal kezdte el. Aztán fivérük zsákjából vette azt elő. Így sugaltunk Józsefnek Fortét. A király törvénye szerint nem tehette volna rá kezeit a fivérére, kivéve ha Allah is úgy akarta volna. Több fokkal magasabbra emeljük azt, akit akarunk. És minden tudással bíró fölött van valaki, aki még többet tud. 77. A testvérek azt mondták, ha ő lopott, úgy egy fivére már korábban lopott. És József titokban tartotta azt az ő lelkében, és nem tárta föl azt nekik. Azt mondta magában, a ti helyzetetek rosszabb, alak tudván tudja, mit állítatok. 78. A testvérek azt mondták, ó nagy hatalmú, bizony van neki egy atya, aki éltes öregember. Fogjál hát valamely, valamelyikünket itt ő helyette, bizony úgy látjuk, hogy jóra való vagy a jóra valók között. 79. József azt mondta, Allak óvjon attól, hogy más valakit fogjunk itt, mint akinél meglehetjük a holminkat. Különben bizony védkesek lennénk. 80. És miután minden reményüket föladták nála, bizalmas tanácskozásra húzódtak félre. A legidősebb közöttük azt mondta, vajon nem tudjátok, hogy atyátok allak nevében fogadalmat vett tőletek? És hogy korábban milyen védkes hanyagságot követtetek el József ellen? Nem hagyom hát el nem hagyom hát el ezt a földet addig, amíg atyám engedélyt nem ad, vagy allak nem hoz életet mellettem. Ő a legjobb ítélkező. 81. Térjetek vissza atyátokhoz, és mondjátok, atyánk, a fiad lopott. Mi csak arról teszünk tanúbizonságot, amit tudunk. Mi nem vigyázhatunk arra, ami rejtve van. 82. És kérdezősködj a városban, amelyben voltunk, és a karavánnál, amelyel idejöttünk. Bizony, mi az igazat mondjuk. 83. Jákob azt mondta, nem, bizony ti magatok főztetek ki valamit. Szép türelem hát az én feladatom, talán allak mindkettőjüket visszahozza nekem. Bizony ő az, aki mindent tud és aki bölcs. 84. És elfordult tőlük és azt mondta, mekkora az én bánatom József miatt, és a szomorúságtól elvesztette a szemevilágát, mivel szüntelenül emésztette magát. 85. A fiai azt mondták, allakra. Nem hagysz fel azzal, hogy Józsefre gondolsz, amíg már csak hányi jár beléd a lélek, vagy a halálodat leled? 86. Jákob azt mondta, a bánatomat és szomorúságomat csupán allaknak panaszolom, és én tudok allaktól olyasmit, amit ti nem tudtok. 87. Fiaim, eredjetek és kérdezősködjetek Józsefről és fivéréről, és ne veszítsétek el a reményt, allak irgalmában. Csak a hitetlen nép veszíti el a reményét, allak irgalmában. 88. Amikor a testvérek ismét József felé járultak, azt mondták, nagy hatalmú, balsor sújtott minket és családunkat, és csak szegényes portékával jöttünk. Adj nekünk mégis teljes mértékkel, és osszál nekünk alamizsnát. Allak megütalmazza az alamizsnálkodókat. 89. Ő azt mondta, vajon már nem tudjátok, hogy mit cselekedtetek tudatlanságotokban József felé és fivérével? 90. Vajon te valóban József vagy? Mondták azok. Én vagyok József és ez itt a fivérem, mondta ő. Allak kegyes volt irántunk, bizony, aki Isten félő és álhatatos, az jól cselekszik. Allak nem veszelti el az igazak fizetségét. 91. Allakra, mondták ők, bizony, Allak téged választott ki, mi előttünk és mi valóban védkesek voltunk. 92. Ne érjem ma benneteket gáncs, mondta József. Allak megbocsájt nektek, ő a legkönnyörületesebb a könnyörületesek között. 93. Vigyétek magatokkal ezt az ingemet, és vessétek atyám orcájára. Látni fog ismét, és jöjjetek hozzám házatok népével mindannyian. 94. Amikor a karaván Egyiptomban fölkelekedett, az atyuk azt mondta, bizony érzem József illatát, bárcsak ne tartanátok ostoba fecsegőnek. 95. Allakra mondták, bizony a régi téveigésedben vagy te. 96. Amikor azonban megjött a jó hírhozó, reádobta az inget az orcájára, akkor ő ismét látott. Azt mondta, vajon nem mondta menektek, hogy én tudok allaktól olyasmit, amit ti nem tudtok? 97. Atyánk, mondták ők, bocsáss meg a védkeinket, bizony védkesek voltunk. 98. Ő azt mondta, kérni fogom az uramat, hogy bocsásson meg nektek. Ő a megbocsájtó és a könnyűletes. 99. És amikor József felé járultak, a szüleit magánál tartotta, és azt mondta, lépjetek be, ha allak is úgy akarja, biztonságban Egyiptomba. Száz. És magához emelte a szüleit a trónra. Ők pedig levetették magukat előtte földre borulva. És azt mondta, apácskám, ez a korábbi álmom megfejtése. Az én uram valósággá változtatta azt és ő mindig kegyesnek mutatkozott irántam, akkor, amikor kiszabadított engem a tömlőcből, és most, amikor idehozott benneteket a pusztaságról, miután a sátán viszályra sarkalt köztem és a fivéreim között. Allak bizony éles elmélyű abban, amit akar. Ő az, aki minden tud és aki bölcs. <kül> 101. Uram, te adtál nekem uralmat, és te tanítottál meg engem, hogyan kell a történeteket megmagyarázni. Egek és föld alkotója, te, te vagy az én gyámolítóm az evilágon és a túlvilágon. Majdan vegyél magadhoz muszlim gyanánt, és add, hogy csatlakozhassam az igazakhoz. 102. Ez ama történetek közé tartozik, amelyek rejtve vannak a közönséges halandók előtt. Kinyilatkoztatás gyanánt sugaltuk néked, mivel nem voltál nálunk, amikor egy követ fújtak, a cselt szőttek. 103. Nem, Kinyilatkoztatás gyanánt sugaltuk néked, mivel nem voltál náluk, amikor egy követ fújtak és cselt szőttek. Bocsánat. 103. Az emberek nagy része áhitozzat bármennyire is, nem hívő. 104. Nem kívánsz tőlük érte fizetséget, az csupán intés a teremtményeknek. 105. Mennyi jel is van az egekben és a földön, amelyek mellett elhaladnak és elfordulnak tőlük. 106 és a legtöbben nem hisznek allakban, csak úgy, hogy közben más isteneket társítanak mellé. 107. Vajon biztonságban érzik magukat, hogy nem lepi meg őket allak büntetése, ami mindent beborít, vagy hogy nem lepi meg őket az óra, úgy, hogy észre sem veszik eljövetelét? 108. Mond, ez az én utam. Nyilvánvaló bizonyíték alapján hívlak benneteket allakhoz én, és aki követ engem. Dicsőség allaknak, én nem vagyok pogány a pogányok között. 109. És te előtte is csak férfiakat küldtünk el, küldöttek gyanánt a városlakók közül, akiknek kinyilatkoztatást sugaltunk. Vajon nem jártál-e a földet, hogy megfigyeljék, milyen végre jutottak azok, akik előttük éltek? A túlvilági lakhely bizony jobb azoknak, akik istenfélők. Vajon nem éltek az eszetekkel? 110. Amikor a küldöttek minden reményt feladtak, és azt gondolták, hogy a kinyilatkoztatásukkal hazudtak, akkor jött el hozzájuk a mi segítségünk. És megmenekedett, megmenekedett az, akit mi akartunk. De a bűnös népről nem hárítható el a mi szigorunk. 111. A róluk, a róluk szóló híradásban intés van azok számára, akiknek van eszük. Ez nem holmi kitalált történet, hanem annak megerősítése, ami kinyilatkoztatás gyanánt már előtte volt, és minden dolog magyarázata, útmutatás és könyörület a hívő népnek. Következő alkalommal a 13. szúrát fogom felolvasni, és mivel azok már rövidebb szúrák, meg a 14, tehát ezen túl ö, több szúrát fogok egy fejezetbe, vagy egy... Ö, felolvasásba felolvasni. tehát azért legyen egy ilyen általában egy ilyen fél óra, három órás egy-egy rész, szerintem az, az általában, ami, amire még oda tud figyelni az ember. De összesen egyébként 400 de nem, 100, 110, 114 szóra van, de egy csomó szóra itt a vége felé már csak ilyen, ilyen néhány, néhány pontos, vagy néhány verses. Hát 19 vers, 5 vers, 11, 21, 19, 26. Szóval úgy látom, vagy az a meglátásom, hogy az első szúrák így ezek ilyen hosszabbak, és a de már ez is csak 24 perces volt, ez a 12. szúra. Tehát a következő alkalommal a 13. szúrától folytatjuk, de akkor már egy felolvasásba több szúrát fogok egyszerre felolvasni. Annak egyébként a címe a mennydörgés lesz. Köszönöm, hogy meghallgattál, áldás és békesség.